Kedves hallgató! A hangos könyv elsősorban vakok és gyengéllátók számára készült, de bárki szabadon és ingyenesen hallgathatja. A felolvasást gépi úton végezzük, ezért az esetlegesen előforduló téves kiejtésért és furcsa hangsúlyozásért szíves megértését kérjük. Sir Arthur Conan Doyle A diák bűne Az alábbi érdekes és tanulságos történet, amely ügyesen kiderített, titokzatos büntetről szól, annál inkább érdekelheti az ifjú olvasókat, mert hasonló esetek nálunk, Magyarországon is történtek és történnek. Sajnos, megesett például az érettségi vizsgálatoknál, hogy a vizsgatárgyául szolgáló kérdéseket titkos úton módon előre megtudták a diákok, s aztán nem kellett a fejüket törni. Ez bizony nem helyes eljárás, mert csalással jár. Aki szorgalmasan tanul, annak nem kell félnie a tanárurak kérdéseitől, és viszont akinek komoly tanulás helyett mindig mulatságon jár az esze, az nem érdemli meg a jó bizonyítványt. Lássuk azonban magát a különös históriát, amelyet a híres detektív régi barátja, Dr. Watson mesél el a következőkben. Egy nyári estén, amikor Sherlock Holmes barátom éppen régió kiratokat nézegetett, egy szikár, magas termetű férfiú lépett be a szobánkba. Hilton Soms volt, az előkelő Szent lukácsféle féle nevelőintézet tanára és gondnoka. Roppantul izgatottnak látszott és mindjárt sejtettük, hogy valami szokatlan dolog történt vele. Udvarias köszönés után így szólalt meg. Nagyon kérem, Holmes úr, szenteljen nekem egy két órát. Kellemetlen, nagy baj történt az intézetünkben. Szeretnők a nyilvános botrányt elkerülni és az önpáratlan ügyességétől várjuk az ügy megfelelő elintézését. De hát mi a baj? Kérdezte Holmes. Igyekszem rajta, hogy nyugodtan elmondhassam. Holnap lesz iskolánkban a nagy vizsga. Ennek az eredményétől függ, hogy kinek ítéljük oda a nagy Fortnisz féle ösztöndíjat. Magam is tagja vagyok a vizsgálóbizottságnak. A görög nyelv az én tárgyam, növendékeknek az általam kijelölt görög szöveget kell majd lefordítaniok. Persze nem szabad előre tudniok, hogy mit fognak lefordítani. A görög szöveget, amint az nálunk szokás, egy nyomdában kinyomattam, hogy a vizsga kezdetén minden bizottsági tag és mindenik növendék kaphasson belőle egy-egy példányt. Ma délután, beszélte tovább a tanár úr, elküldte a nyomdász az úgynevezett kefele vonatot, hogy kiavítsam az esetleges hibákat, aztán a nyomást elvégezhessék. A feladat Takididis fél fejezete. Hozzákezdtem a szöveg átvizsgálásához, de nem tudtam bevégezni. Ötöt fél órakor ugyanis el kellett sietnem egyik barátomhoz, aki fontos ügyben várt. A három lapból álló nyomdai levonatot az íróasztalomon hagytam. Itt el kell mondanom, hogy az intézetben kettős, Benülről zöld posztóval párnázott, kívülről pedig vastag tölgyfából készült ajtók vannak. Amikor visszatértem a látogatásból, meglepetéssel láttam, hogy a külső ajtó zárjában kulcs van. Megtapogattam a zsebemet, az én kulcsom benne volt. Az ajtó másik kulcsa hűséges öreg szolgámnál, Baniszter Jánosnál szokott lenni, tíz év óta. Csak ugyanövé volt az a kulcs. Bizonyára azért ment a szobába, hogy megkérdezze, mikor akarok teázni, s a kijövés alkalmával ott felejtette a kulcsot. Ez nem lett volna baj máskor, de ezúttal borzasztó következéssel járt. Mihelyt az asztalomra néztem, rögtön észrevettem, hogy valaki turkált rajta. A három papírlap közül az egyik a földön volt, egy az ablak elé tett asztalkán, s csak a harmadik maradt az írómappán. Holmes itt megszakította az elbeszélést. Az első számú volt a padlón, a második számú a kis asztalon, s a harmadik számú ott, ahol hagyta. Honnan tudja, hogy melyik számú volt itt vagyott? ott? Csodálatos. Kérem, csak folytassa most. Eleinte azt hittem, hogy Banister megfeledkezett magáról és az irataim közturkált. De ő ezt a leghatározottabban tagadta, s biztos vagyok benne, hogy nem hazudik. Lehet az is, hogy valaki a szobám előtt ment el, a kulcsot észrevette és besurrant. Miért? Kérdezte Holmes. Hatalmas pénzösszegről van szó, ritka mód nagy az ösztöndíj. Ennek a kedvéért arra vetemedett talán valaki, hogy társaival szemben jobbtalan előnyt szerezzen. Elég az hozzá, Baniszter se tudott biztosat, csak rémüldözött, amikor meghallotta, hogy mi történt. Konyakot itattam vele, aztán jól szétnéztem a szobában. Azon az asztalon, amelyik az ablaknál van, egy kis ceruzadarabkát láttam, továbbá több kis forgácsot. A jó madár ceruzájának a hegye bizonyára letört, amint sebben lobbal másolcs újra meg kellett hegyeznie az írónt. Ez talán fontos mondta Holmes, aki egyre nagyobb figyelemmel hallgatta a professzor előadását. De folytatom. Új író mappám van, amelynek vörös bőrfedele, esküdni mernék rá, azelőtt egészen hibátlan volt. Most pedig hosszú hasítást, jobban mondva vágást vettem észre rajta. Végül egy kis szemetet találtam az asztalon, picinke gömbölyű, földből vagy tésztából vagy Isten tudja miből gyúródott golyócskákat. Mindez persze nem volt elég arra, hogy a tettest megtalálhassam. Nagy zavarban voltam, amíg eszembe nem jutott ön, Holmes úr. Kérem, segítsen rajtam. Vagy meg kell találnom azt az embert, vagy el kell halasztatnom a vizsgát. Ezt meg is kell okolni, és kínos botrány lehet az ügyből. Csak ön segíthet. Rajta leszek, mondta Holmes. De most engedjen meg néhány kérdést! Nem tett önnél senki látogatást, miután azt a szöveget megkapta a nyomdából? De igen! Daulatras, egy indiai diák, aki ugyanazon az emeleten lakik. A vizsgára vonatkozóan kérdezősködött. A papírlapok akkor az asztalon voltak? Összegöngyölítve, úgy emlékszem, Idegen ember észrevehette, hogy nyomdai kefele vonatok. Nincs kizárva. Volt a szobában más is? Senki. Nem is tudhatta senki, hogy a levonatok ott vannak. Csak a nyomdász. És baniszter? Nem. Hol van most ez a baniszter? Ott hagytam a széken, ahova leszédült. Nagyon siettem önhöz. Az ajtót nyitva hagyta? Elzárta menőbb a levonatokat. Ezek után föltehető, hogy ha az az indusi fiú nem tudott a tartalmáról, akkor a tettes véletlenül jutott hozzá. Magam is úgy vélem. Holmes mosolyogva szólt. Menjünk hát oda. Jöjjön, Watson barátom, ön is. A professzor szobájának rácsos ablaka a régi épület udvarára nyílt, a földszinten. Fölötte három diák lakott, más-más emeletens közben hivatalos helyiségek voltak. Leborult már az esti homály, amikor odaértünk. Holmes fokozott figyelemmel nézett szét. Megvizsgálta az ablakot s betekintett rajta, lábújhegyre állva, a szobába. Csak az ajtón juthatott be a tettes, mondta a tanár. Holmes bólintott a fejével. Lehet. De kerüljünk bejebb. A bejárónál megálltunk. Holmes a szőnyeget is szemügyre vette. Itt nem látok nyomot. Nem is csoda ilyen száraz időben. De mondja csak, a szolgáját melyik széken hagyta. Ott az ablak mellett. Helyes. De gyerünk tovább. A bűnös, úgy látszik, bejött és elvette a levonatokat a szoba közepén levő asztalról. Aztán az ablak elé, a kis asztalhoz vitte, mert onnan jól láthatta, mikor jön a tanár úr az udvaron át. Gondolta, így ideje korán kereket oldhat. Csak hogy ő még se láthatott engemet, szólt a professzor, mert a mellékkapu jöttem be. Mindegy. Neki az járhatott az eszében. Hadd lássam most a három papírdarabot. papír darabot. Semmiféle új lenyomat rajtuk, amiből nyomot szerezhetnék. Hát oda az elsőt és lemásolta. Mennyi időbe telt ez? Legalább negyed órába. Aztán a második hosszú lapot kapta föl. Közepén tartott, mikor a tanár úr visszatérés egy gyors menekülésre kényszerítette. Így történhetett. Nagyon sietett, mert arra se volt ideje, hogy a levonatokat visszategye a helyükre. Nem hallotta a lépcsőn a távozása neszét. Nem. Olyan sebesen írt, hogy letörte ceruzája hegyét, és amint látja, meg kellett hegyeznie. A ceruza nem közönséges fajtájú. Rendes nagyságú, de szokatlanul lágy volt. A fája sötétkék színű színűs gyárosa neve ezüst színű betűkkel volt beléje nyomva. A megmaradt rész 4-5 cm hosszúságú. Keresse meg a tanár úr ezt a ceruzát és akkor megfogja a bűnöst is. Hozzáteszem, hogy a vétkesnek nagy, tompa élű zsebkése van. A tanár megdöbbent. Mindent megértettem, szólt, de ami a hosszúságát illeti, valóban. Holmes fölvett egy forgács darabkát, amelyen nem betűket lehetett látni. Mit jelent ez az zenen? Egy szónak a vége. Tudja talán, hogy Johann Faber a legismertebb gyárosok egyike. A ceruzából még annyi maradt, amekkora rendesen a Johann szó után következik. Johannból, enen. Most már értem? Nem hiszem, hogy itt ennél többet megtudhatnánk. Lássuk a középső asztalt. Mini! Ez a kis golyó az a fekete agyagos vagy tésztás izé, amelyről említést tett. Inkább góla alakú, ha jól megnézzük és csöppmélyedés van benne. Fűrészpor maradvány is mutatkozik. Ez érdekes. A vágást szintén látom. Vékony karcolással kezdődik és mélyükkel végződik. Jó, hogy figyelmeztetett rá. Hová nyílik ez a belső ajtó? A hálószobámba. Volt benne aztán, hogy a bűnt megtudta. Nem. Szeretnék körülnézni odabent. Milyen szép, régi divatú szoba. Megvizsgálom a padlót. De nem találok semmit. Mi van ezzel a függönnyel? E mögé szokta akasztani a ruháit. Ha valaki kénytelen volna elrejtőzni, csak ide bújhat, mert az ágy alacsony, a szekrény pedig nagyon keskeny. Remélem, nincs ott senki. Amikor Holmes félrehúzta a függönyt, a szeme villanásáról láttam, hogy valami nyomra bukkant. Hirtelen a földre hajolt. Hát ez mi? Kis fekete gömböcske volt. Épp olyan, ami nőtt a dolgozószoba asztalán találtunk. Holmes a villamos lámpa közelébe tartotta. Tanár úr, a látogató hálószobájában is hagyott nyomot. Mit kereshetett itt? Igyekszem megtalálni a magyarázatát. A tanár úr nem vélt úton jött vissza, s így a tettes addig nem tudta, míg az ajtónál nem volt. Már most mit tegyen? Felkapott mindent, ami árulója lehetett, és berohant a hálószobába, hogy elrejtőzzék. Hallatlan. Holmes úr azt akarja ezzel mondani, hogy míg Bannisterrel beszéltem a dolgozószobában, elfoghattuk volna a tettest, ha erről tudunk. Azt hiszem. De az egyik ablakon is kiugorhatott. Nem? Hagyjuk tán az üres föltevéseket. Engedje meg, hogy inkább én kérdezzek. Azt mondta, hogy három diák lakik itt akik ugyanezt a lépcsőt használják és az önajtaja előtt szoktak elmenni. Igen. És mindhárman a vizsga előtt állanak. Igen. Van rá oka arra, hogy az egyikre inkább gyanakodjék, mint a többire? Ez nagyon kényes kérdés, mondta a tanár. Az ember nem mer gyanúsítani valakit, ha kellő bizonyítéka nincsen. Halljuk a gyanúkokat. Én majd keresni fogom a bizonyítékokat. Akkor hát röviden szólok a három diák jelleméről. Legalól Gilchrist lakik. Kitűnő tanuló és ügyes atléta, tagja a labdarúgó és kriketező csapatnak s díjat nyert több atlétikai versenyben. Apja a sokat emlegetett Sir John Gilchrist volt, aki a Turfon ment tönkre. A diák szegénységben maradt, de szorgalmas fiús igazán jó eredményre van kilátása. A második emeleten az Indus daulatras lakik. Nyugodt, jó modorú fiú, de mint a legtöbb hindut, alig lehet kiösmerni. Jól dolgozik, csak éppen a görög gyönge oldala. A legfelső emeleten Miles McLaren lakik. Nagy tehetségű fickó, ha kedve van a munkára. Az intézet egyik legkiválóbb elméje, de szeszélyes, rendszertelen. Első éves korában kártyabotrány miatt kevés híja, hogy ki nem csapták. Lustálkodott az egész időszakban és aggódva várja a vizsgát. Reája gyanakszik? Ezt nem merem mondani, de a három közül ő a leggyanúsabb. Na, most lássuk Banisztert. Sápadtarcú, borotvált képű, Körülbelül ötven éves ember volt. Kerek arca most az idegességtől rángatózott, és a keze remegett. Amint hallom, mondta Holmes, ön az ajtóban felejtette a kulcsot. Igen, uram, nem találja különösnek, hogy ez éppen akkor történt, mikor a levonatok idebent voltak. Nagy szerencsétlenség ez most, uram. De máskor is megesett. Mikor jött be a szobába, Körülbelül ötöt fél órakor. Olyankor szokott gazdám teázni. Mennyi ideig maradt bent? Amint láttam, hogy a tanár úr elment, azonnal visszatértem a magam szobájába. Látta a levonatokat? Nem, uram. Hogyan felejthette az ajtóban a kulcsot? A tejástálca volt a kezemben. Úgy terveztem, hogy a kulcsért majd visszatérek, de azután megfeledkeztem róla. Az ajtó tehát nyitva volt az egész idő alatt. Igen. Ki jöhetett az alatt valaki. Igen, uram. Amikor a tanár úr visszatért és önt hívta, mit csinált? Nagy zavarban voltam, ilyesmi nem esett meg velem a sok év alatt, amióta itt vagyok. Majd nem elágyultam, uram. Ezt már hallottam. Hol volt, mikor rosszul kezdte magát érezni? Itt az ajtó mellett. Ez furcsa. Arra a székre ült le, mely a túlsó sarokban van. Miért haladt el a többi szék előtt? Azt bizony nem tudom. Mindegy volt nekem, hol ülök le? A professzor közbeszólt. Valóban nem hiszem, hogy tudta volna, hányadám van, Holmes úr. Még itt maradt, amikor gazdája eltávozott. Kérdezte Holmes banistertől. Talán egy percig. Aztán szobámba mentem. Kire gyanakszik. Azt meg sem merném mondani. Nem hiszem, hogy volna itt csak egy is, aki képes volna e félére. Köszönöm, elég szólt Holmes. Most pedig tanár úr kis sétát teszünk az udvarban. Fölöttünk három lámpa fénye világított. Mind a három madár a fészkében van, szólt Holmes. De egyik nyugtalannak látszik. Az indus volt az, kinek sötét ányképe hirtelen megjelent az ablakban. Majd gyorsan járt fel alá. Benéznék hozzájuk, szólt Holmes. Ha úgy tetszik, válaszolt Szomsz tanár. Ez az épület része a legrégibb az egész iskolában és nem szokatlan dolog, hogy látogatók járják végig. Ne említse a nevünket, kérem! Mondá, Holmes, amint Gilchrist ajtaján kopogtattunk. Magas termető, szőke hajú, izmos fiú nyitotta ki. Szívesen fogadott bennünket. A középkori angol építészetnek néhány valóban érdekes részlete volt belőle holmes annyira érdekelte valamelyik részlet, hogy mindenáron le akarta rajzolni, de letörte a ceruzája hegyét, s kénytelen volt házigazdájától másikat kölcsönkérni. Végül kést is kért, hogy kihegyezze a magáét. Ugyanez a különös eset történt vele az indus szobájában is. Az indus alacsony, szótalan, sasorú fickó volt, ki görbe szemmel nézett ránk látszott rajta, Mennyire örül, amikor Holm tanulmányai véget értek. Leginkább a harmadiknál bizonyult látogatásunk kellemetlennek. Az ajtó nem nyílt felkopogásunkra, és a szidalmak özene zúdult ránk belülről. Bánom is én, akárki. Menjen a pokolba! kiáltotta egy dühös hang. Holnap lesz a vizsga. Ne háborgassanak! Goromba fickó, mondta a tanár haragosan, miközben lementünk a lépcsőkön. Azt persze nem tudhatta, hogy én kopogtattam be, de azért a viselkedése nem kevésbé volt illetlen. Sőt, most éppenséggel gyanús. Holmszerre különös kérdést tett föl. Meg tudná ön pontosan mondani, milyen magas? Erre nem vállalkozhatom. Magasabb a hindunál, de kisebb, mint Gilchrist. Azt hiszem, öt lábnyi. Ez fontos, mondta Holmes. És most jó éjszakát? A professzor meglepetésében hangosan fölkiáltott. Szentisten, Holmes úr, csak nem komoly a szándéka! Ilyen váratlanul elhagy? Ma éjjel határoznom kell. A vizsgát nem tarthatom így meg. Majd átjövök korán reggel, lehetséges. Hogy akkor megmondhatom azt, mit tegyen? Addig semmit! A fekete agyagot és a ceruzaforgácsokat elviszem. Amikor ismét a sötét négyszögletes udvarba jutottunk, fölnéztünk az ablakokra. A hindu még mindig járkált. A másik kettőt nem lehetett látni. Nos, Watson, mit gondol? Kérdezte Holmes, amikor kiértünk a főutcára. Kis csiny az egész, ugye? Itt a három ember. Egyikük a tettes. Melyiket választja? Azt a goromba szájú fickót a legfelső emeleten. Az ő minősítése a legrosszabb. De a hindu is ravasz látszik. Miért járkált folyton fel alá? Sok embernek szokása ez, ha kívülről akar valamit megtanulni. De oly furcsán nézett Reánk. Azt hiszem, ön is így tenne, ha a vizsga előtt ismeretlen emberek rontanának be a szobájába, mikor minden perce drága. A ceruza is, a kés is, minden rendben volt. De az a fickó gyanús. Kicsoda? Banister. Reán becsületes ember hatását tette. De itt van egy nagy papírkereskedés itt kezdjük a puhatolózást. Csak négy papíros bolt volt a városban, közel egymáshoz. Holmes mindenütt előszette a ceruzaforgácsokat és nagy összeget kínált hasonlóért. De hiába. Ez baj, kedves Watson. A legbiztosabb megoldás füstbe ment. Holmes aznap nem tett több említést az ügyről. Nyolc órakor reggel éppen elkészültem az öltözködéssel, a midőn szobámba lépett. Nos, Watson, mondta, itt az ideje, hogy az iskolába menjünk. Megoldottam a talányt. Micsoda új bizonyítékra tett ön szert. Nem hiába bújtam ki már hat órakor az ágyamból. Két órai erős munkát végeztem, s legalább hat kilométert gyalogoltam, hogy szert tegyek reál. Ide nézzen! Tenyerében három kis fekete, tésztás agyaggömböt tartott. Tegnap még csak kettő volt. Ma szereztem még egyet. Bárhonnan való a hármas számú, ugyanolyan eredetű az egyes és kettes. De most siessünk és szabadítsuk ki barátunkat a csávából. A tanárt nagy izgalomban találtuk a lakásán. Néhány óra múlva kellett a vizsgának kezdődnie, és ő még mindig kétségben volt, vajon nyilvánosságra vigye -e a bűnt, vagy engedje a tettest is, hogy az értékes ösztöndíjra pályázzék. Kárt karokkal rohant Holmes felé. Hál' Istennek! Csak hogy itt van? Nos, mit csináljak? Tartsa meg a vizsgát! De az a gazember! Ne pályázzék! Tudja ön, hogy kicsoda? Azt hiszem. Ha nem akarjuk, hogy az ügy nyilvánosságra kerüljön, fel kell ruháznunk magunkat bizonyos hatalommal és egy kis törvényszéki jelenetet kell rendeznünk. Ön foglaljon ott helyet. Watson itt. Én meg a középen. Tessék csöngetni. Banister belépett és bírói megjelenésünk láttára meghökkent. No most Baniszter, meg akarja mondani az igazat? A szolga elsápadt. Mindent elmondtam. Semmi hozzátenni valója sincs. Egyáltalán nincs. Akkor majd felfrissítem az emlékezetét. Ugyebár, amikor tegnap arra a székre ült le, azért tette, hogy elrejtsen valami tárgyat, ami elárulta volna a szobában járt szemét. Baniszter arca halálsápadétéra vált. Nem, nem. Ez tisztán csak föltevés az én részemről, mondá Holmes csöndesen. Beismerem, hogy ezt bebizonyítani képtelen vagyok. De nagyon valószínűnek látszik, mint hogy abban a percben, amint a tanár úr kitette a lábát, maga kiszabadította azt az embert, aki a hárószobában rejtőzködött. Banister zavartan szólt. Nem volt ott senki. Ez nem szép öntől, Baniszter. Lehet, hogy eddig igazat mondott, de most, biztosan tudom, hazudott. A szolga arcadacot árult el. Senki sem volt ott. Így hát nem adhat nekünk további felvilágosítást. Álljon oda a hálószoba ajtaja mellé. És most, tanár úr, fáradjon föl az ifjú Gilchrist szobájába, Hadd jöjjön le az ön lakásába. Néhány perc múlva a gondnok visszatért a diákkal. A csinos ifjú kék szemei zavarral tekintgettek egyikünkről a másikra, és végül növekvő félelemmel nézett a túlsó sarokban levő baniszterre. Csukja bekérem az ajtót, szólt Holmes. Gilchrist úr, most magunk között vagyunk, és szükségtelen bárkinek is megtudnia, hogy mi folyik le közöttünk egymással szemben teljesen őszinték lehetünk. Tudni akarjuk, Gilchrist úr, hogyan követett el úri ember létére, tegnap olyasmit? A fiatal ember megtántorodott és szemrehányó tekintetet vetett Baniszterre. Nem, nem, Gilchrist úr, én egy szót sem szóltam, egy árva szót sem. Kiáltott a szolga. Eddig nem, de most igen. Mondta Holmes. És most uram beláthatja, hogy Baniszter szavai után csak az őszinte vallomás lehet egyedül való mentsége. Gilkriszt egy pillanatig tétovázott, aztán már térdre vetette magát az asztal mellett és keserves zokogásban tört ki. Nyugodjék meg, szólt Holmes nyájasan, tévedni emberi dolog és azt senki sem mondja önről, hogy konok bűnös. Talán könnyökségére lesz, ha én mondom el a tanár úrnak a történteket és ön kiabít, ha valahol tévedek. Figyeljen, hogy ne kövessek el igazságtalanságot önnel szemben. Professzor úr attól a perctől fogva, mikor ön azt mondta nekem, hogy senki, még Baniszter sem tudott a levonatokról, az eset határozott alakot kezdett ölteni agyamban. Az indust kezdettől nem lehet egy gyanúba fogni. Ha a kefele vonatok össze voltak göngyölítve, nem tudhatta meg róluk, hogy micsodák. Másrésztről pedig hihetetlen véletlennek tűnt fel, hogy valaki bemerészeljen hatolni a szobába és véletlenül ugyanakkor legyenek a papírok az asztalon. Az az ember, aki behatolt a szobába, tudta, hogy a papírosok oda vannak. Hogyan tudta ezt meg? Amidőn az ön szobájába értem, megvizsgáltam az ablakot. Arra gondoltam, milyen magasnak kell annak lennie, aki az ablak előtt elhaladtában meglássa, micsoda papírosok vannak a középső asztalon. Én hat lábnyi magasságú vagyok, és csak nehezen tudtam ezt megtenni. Tehát ennél alacsonyabb ember nem volt képes rá? Ha a három diák közül, gondoltam tovább, egyik szokatlan magasságú, úgy csak ezt érdemes figyelemmel kísérni. Amint beléptem, mindjárt közöltem önnel a kis asztalra vonatkozó föltevésemet. Ami a középső asztalt illeti, arra nézve semmit nem állapítottam meg addig, míg ön nem mondta, hogy Gilchrist jó ugró. Ekkor már elég tisztán láttam az egész dolgot és csak megerősítő bizonyítékokra volt még szükségem. Ezeket sikerült megszerezni. Az eset így történt, ez a fiatal ember a délutánt a tornatelepen töltötte el tréningben. Onnan magával hozta tornacipőjét, amely hegyes szögekkel van ellátva. Amint az ablak előtt elhaladt, benézett és magas termeténél fogva a kefele vonatokat meglátta az asztalon, amelyekről sejthette, hogy mik. Nem történt volna baj, ha véletlenül nem veszi észre, hogy az ajtóban maradt a kulcs. Hirtelen rászánta magát, hogy bemenjen. Megvolt az a kifogása, hogy csak azért nézett be, ha önt ott találja, hogy valamit kérdezzen. Bent látta, hogy azok tényleg a levonatok. Kísértésbe esett. Cipőit az asztalra tette. Mi volt az, amit az ablak mellett levő székre tett? Kesztyű, mondta az ifjú. Holmes szúró szemmel tekintett Baniszterre kesztyűjét pedig a székre tette és elővette a levonatokat, hogy lemásolja. Azt gondolta, hogy a gondnok a főkapun fog visszatérni és így megláthatja, de amint tudjuk, a mellékkapun jött. Érkezését csak akkor hallotta meg, amikor már az ajtó előtt volt. Nem tudott elmenekülni. Megfeledkezett kesztyűjéről, de felkapta cipőit és berohant a hárószobába. Megfigyelhette, hogy az asztalon lévő karcolás az egyik felében gyönge volt, de a hálószoba ajtajának irányában mélyed. Ez magában elég bizonyság arra, hogy a cipőket arra felé húzták és a tettes ott keresett menedéket. A vas szök köré tapadt föld ott maradt az asztalon, másik darabka pedig a hálószobában lazult meg és esett le. Ma reggel kisétáltam a tornatelepe, ahol megleltem ezt a fekete agyagot és elhoztam belőle egy darabot azzal a finom cser, vagy fűrészporral együtt, amelyel az egész területbe van hintve, hogy megakadályozza az atléták elcsúszását. Igaz, amit elmondtam, Gilchrist úr. A diák kiegyenesedett. Igen, uram. És semmi hozzátenni valója nincs? Kiáltotta a tanár. Van uram, de ez a borzasztó leleplezés olyan hirtelen jött, hogy elvesztettem a fejemet. Itt a levél, tanár úr, amelyet ma hajnalban, nyugtalan éjszaka után írtam önnek, tehát még mielőtt tudtam volna, hogy védkemnek nyomára jöttek. Dél-Afrikában a gyarmatőrségnél állást ajánlottak föl nekem, és én nyomban indulok oda. Örömmel hallom, hogy nem akart jogtalan hasznot húzni tettéből, szólt Holmes. De miért változtatta meg elhatározását? Gilchrist banisterre mutatott. Ez az ember vezetett vissza a tisztesség útjára, mondotta. Jöjjön ide, baniszter, szólt Holmes. Mind abból, amit elmondtam, látható, hogy csak is maga engedhette ki ezt az ifjút, mint hogy maga bent maradt a szobában. Fel akarna-e engemet világosítani a talány utolsó pontjáról, saját cselekedetének okáról? Ez egyszerű, uram. Régebben komornikja voltam az öregször Habez Gilchristnek, a fiatal úr édesatjának. Amikor tönkrement, ide kerültem, de sohasem felejtettem el azért régi gazdámat. Vigyáztam fiára, amennyire csak lehetett, a régi jó napokért. Tegnap, amidőn a lármára bejöttem a szobába, az első, amit észrevettem, Gilchrist úr kesztyűje volt a széken. Jól ismertem a kesztyűket és megértettem, hogy mit jelent a dolog. Ha a tanár úr meglátta volna, vége lett volna. Ezért leszédültem arra a székre és el sem mozdultam onnan, amíg a tanár úr önértel nem ment. Akkor kijött a szegény ifjú, akit valamikor karomban hordoztam és mindent bevallott. Nem volt-e természetes, uram, hogy meg akartam őt menteni és nem érthető -e, hogy úgy beszéltem a lelkére, mint néhai édes atya tette volna. Megmondtam, hogy ilyen tettből neki nem szabad hasznot húznia. Elítél ezért? Nem, mondta Holmes. És most, tanár úr, mehetünk? Jöjjön, Watson! Ami önt illeti, Gilchrist hiszem, hogy szép jövő vár önre Dél-Afrikában. Egyszer elbukott. Hadd lássuk, milyen magasra tud fölemelkedni a jövőben. Vége!